Hát elégedette a Milla ez a kérdés, meg az a kérdés, hogy ha Bodó Balázs szervező itt van velünk, akkor illendően feltenni olyan kérdéseket, hogy sokan voltak, vagy kevesen, meg hogy mennyire bohóckodás ez az alternatív közösségi elnökválasztás, mint a jobb oldali sajtó ezt kezeli, de néhányan a bal oldalról is. De föltesztük ezeket a kérdéseket. Jó, jó reggelt. Szóval sokan voltak, vagy kevesen? Hát soha ennyien még nem voltunk a Milla történetében. Ugye egy évvel ezelőtt volt egy március 15, október 23, most megint március 15. Ez volt a rekord? Szerintem igen. Ez mennyi ember? Hogy becsülték? Számháború tudom, de ebben mindenki nagyon jó szokott lenni egy tüntetés hát, kapcsán. Hát nézd, én végig sétáltam a tömegen, én azt mondanám, hogy valahol olyan 60-80 ezer között van, de ez a, de hát én nem értek tömegbecsléshez. De mindegy, tehát az volt a kérdés, hogy vagyunk elegen, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokan jöttek ki, és voltak jelen, és a testükkel, a személyükkel, a jelenlétükkel mondták el azt, amit mi is próbálunk mondani, hogy valahogy így valami váltásra van szükség. Néha az emberek az érzése volt a szolidaritás tüntetésen, hogy egyrészt, hogy tényleg kevesebben voltak a vártnál, másrészt, hogy mintha megfogalmazódni látszana valamiféle pártosodás, vagy valami, ami egy akár párt alakulásához szükséges program megfogalmazása lett volna. A Milla tüntetés pedig egy változatlanul eléggé szerteágazó irányokat mutatott. Tehát, mintha nem is akarnák nagyon egy irányba terelni, vagy összefogni azt, hogy ki merre felé gondolkodik. Nagyon más azt gondolom, hogy a Milla szerepe, amit mi magunknak gondolunk, meg az, amit velünk szemben elvárnak. Az, amit mi magunkról gondolunk, az egy ilyen fogyasztói érdekvédelem, ha úgy tetszik. A politikát mi egy olyan piacnak látjuk, ahol a választók a vevők, és a pártok az eladók, és a politikai képviselet az, amit a vevők meg tudnak, a választók meg tudnak rendelni a pártoktól. És mi a Millával, ebben a civil mozgalommal megpróbálunk egy politikai, a vevőknek valamiféle érdekvédelmét megszervezni. Nem akarunk pékek lenni csak azért, mert rossz kenyeret árulnak a piacon. Azt szeretnénk, hogyha a vevők összeszervezésével lehetne rákényszeríteni az eladókat arra, hogy jobban viselkedjenek. De ez a logika nem botlik meg ott, hogy vannak olyan politikai formációk, akiket láthatóan jobban kedvelnek másoknál? Most itt arra gondolok, hogy az LMP vagy éppen a 4K, ami most már pártnak tekinthető, és nem egy mozgalomnak csupán, szívesen látott vendégnek tűnik. A tradicionális baloldal, az MSZP, és ebből a szempontból a Demokratikus Koalíció is, pedig nem. Hát ami a színpadot illeti, színpadon nálunk párt eddig nem jelent meg. Ami pedig a közönséget illeti, ott pedig nem is tudjuk és nem is akarjuk szűrni a közönségünket. Én amennyire meg tudtam ítélni, hát láttam mindenféle párt szimpatizást a közönségünkben. Azt mondták a záróbeszédben, hogy annak az 1 millió embernek, aki elmegy majd választani, de egyelőre nincs pártja, akarnak valamilyen módon megfelelni, alternatívákat nyújtani. Hát nekik végül is pártot kell majd végül választani. Tehát nekik nem elég az, hogy azt mondják, hogy váltsuk le az Orbán kormányt, nekik ennél több kell. Így van. És amit ebben mi tenni tudunk, az nem az, hogy mi magunk párttá alakulunk, hanem hogy megpróbáljuk minél artikuláltabban elmondani azt, hogy szerintünk mik a jó pártok, vagy milyenek a jó pártok. Terelgetik őket? Irányokba fordítják? Hát mind a választókat, mind a pártokat. Azt gondolom, hogy itt a kulcskérdés az nem az, hogy inkább az MSZP, vagy inkább az LMP-re szavaz az a kevés, aki hajlandó szavazni, hanem hogy valamilyen módon meg tudjuk el szólítani azokat, akik egyelőre kiábrándultak a politikából, jobb és bal oldalba. Ebből a szempontból a Millának, vagy a Milla vezetőjének mindegy, hogy MSZP-re, DK-ra, vagy LMP-re szavaz valaki? Hát mindaddig, amíg ezek a pártok elég jó pártok, és nem a legkisebb rossz pártok, hanem az elég jó pártok, annyiban mindegy. Ki határozza meg, hogy melyik a jó párt? Hát ezt próbáltuk összefoglalni a Minimum Plus programban, hogy mik azok a minimum feltételek, amiket azt gondoljuk, hogy a demokratikus minimumon túl minden pártnak teljesíteni érdemes akkor, hogyha valóban versenybe akar szállni a szavazatokért. Átlátható kampányfinanszírozás, átlátható pártfinanszírozás, az ügynök múltal való politikai zsarolhatóság,
nak a vége, egy független média rendszer, független közmédia, egy EU értékei melletti alapvető elkötelezés, az igazságszolgáltatás függetlensége melletti elköteleződés. Ezek olyan alapértékek, amik nélkül nincsen tisztességes politikai verseny, és mi azt szeretnénk, hogyha tisztességes politikai verseny lehetne. Azok a pártok, amelyek képesek meggyőzően a szavazók számára biztosítani azt, hogy ezek mellett, az értékek mellett ők nem csak szóban, de tettben is el tudják magukat kötelezni, azt gondolom, hogy akkor már jól vagyunk. Van egy két dolog, az egyik a Rákbenda díj, ami némi magyarázatra szorultán, Majtényi László és Csekhenyi Eszter képletesen átadták díjakat a tüntetésen, a másik pedig az alternatív köztársasági elnök választás, ami rengeteg támadást idézett elő, még olyan helyekről is, ahonnan talán a millások nem is várják, lásd Magyar Narancs. Hát a Rákbendiről beszéljen Majtényi úr, azt gondolom, hogy ez az ő... De hát az önök rendezvényen adta át, hát csak tudom nagyon boldog vagyok, hogy helyt adhattunk ennek a kezdeményezésnek. A Milla egy ilyen szempontból egy platform, amelyik megpróbál minél több hangot megszólaltatni, minél több hangot közönséghez jutatni, és azt gondolom, hogy Rákbenda díj az alkotmányosság lebontásáért tett erőfeszítések, nek egy ilyen ironikus kifigurázás, az nagyon jó helyen volt ott a Szájér József, Balsai István, Lázár János és Szijjártó Péter kapták meg ezt a nem túl dicsőséges díjat. Illetve a nem Rákbenda díjat, meg a Parti Nagy Lajos. Az anti-Rákbenda díjat, így van. Én azt gondolom, hogy ez egy formája a civil kritikának, egy vidámabb vagy egy ironikusabb formája. És ha már rákérdezett az alternatív köztársasági elnökre, az is egy ironikusabb vagy mosolygósabb vagy könnyedebb formája annak, hogy mi hogyan képzeljük el a fontos dolgokról való beszédet. De tényleg így? Tényleg ezen a színvonalon, hogy a felvételeken mondjuk a YouTube-on most is látni lehet? Hogy az zajlott? Pontosan? Hát ugye, hogy beszélik meg a fontos dolgokat, erre egy recept lenne az, ahogyan az ott a színpadon mondjuk Dopman és a második helyen végzett úriember között zajlott? Nézd, én azt gondolom, nekem az egyik kedvenc filmem a Larry Flint a provokátor. És ott lehet Larry Flintet nem szeretni, ugye a Hustler nevű pornomagazinnak a kiadója. Lehet Larry Flintet szeretni, vagy nem szeretni, lehet azt a dolgot, amit velő a pénzt keresi, szeretni, vagy nem szeretni, elítélni, vagy támogatni, vagy fogyasztója lenni. És ez mind független attól, hogy az az ember, akit Larry Flintnek, vagy Dokmennek hívnak, vagy Schmidt Pálnak hívnak, amely itt tartunk, milyen ügyek mellett áll ki, vagy nem áll ki. Én azt gondolom, hogy az ügy a fontos, vagy az ügyek a fontosak, és ilyen szempontból az alternatív köztársasági elnök projekt az most kezdődik. Én tanítok médiaszabályozás szólásszabadságot. Azt tapasztalom, hogy pont a Dopman ügy kapcsán, pont a Bazmeg című szám kapcsán hihetetlen tartalmas, hihetetlen produktív vitákat lehet a hallgatóimmal arról folytatni, hogy vajon mi a szólásszabadság, és mik annak a határai, mi a nemzeti jelkép, és mi annak a megsértése. És ezekből a vitákból épül föl, azt gondolom, egy új konszenzus, vagy egy új megértése annak, hogy milyen világban élünk. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a Dopman olyan ügyek mellett állt ki eddig is, és olyan ügyek mellett fog kiállni, azt gondolom, amik nagyon-nagyon fontosak, még akkor is egyébként csúnyán beszél. Hát Schmidt Pál nem beszél csúnyán, ő egy diplomata. Hát ő csúnyán így. De az ügyek, amik mellett kiáll, vagy nem áll ki, azok meg hiányoznak. Tehát ez a Dopman projekt, vagy alternatív közszerségelmi projekt, ez most bomlik majd ki igazán a teljességében? Hát hogyne. Mert ez eddig nem látszott, de akkor ez kíváncsi várjuk. Hát nem ért véget múlt csütörtökön a választás végével ez a történet, tehát hiszen az ő tevékenység az most kezdődik. De hogy a választásról is csak annyit, hogy a döntősöknek egy jelentős része egyébként március 15-én a színpadon volt. Tehát az egész projektnek az volt a cél, hogy találjunk új arcokat, találjunk új embereket, találjunk új ügyeket, és ezek meg is jelentek a színpadon, szinte egytől egyik. Hát a Simándi Szelim mondta el a Milla programját, ha úgy tetszik. Megkérdezték a következőt is, a következő tüntetést. Úgy látszik, hogy a nagy ünnepekre összpontosítanak. A nyár az kimaradt teljesen? Hát ugye legutóbb, tehát tavaly sem maradt ki. Tavaly az alkotmány elfogadása, aláírása kapcsán tüntettünk. Azt láttuk, hogy ott kisebb tömeget tudunk megmozgatni, meg kevesebb energiánk nekünk is a szervezésre. Azt gondolom, hogy a Milla nem csak a tömegtüntetésekről szól, a Millának nagyon sok ilyen napról napra zajló projektje van. Most azt gondolom, hogy a minimum pluszra fogunk fókuszálni, mert ott van sok tennivaló. A tömegtüntetés meg ha nagy nemzeti ünnepeken megy, akkor nagy nemzeti ünnepeken kell csinálni. Tehát október 23-án ismét az Erzsébet hívnak.
Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött.